Fennállásának 2 évtizedes jubileumát ünnepelte a Tolnamözsi Futsal Sport Egyesület. Az alkalomra egy egésznapos programmal készültek. A nap folyamán bemutatták a fiú és a lány utánpótlás csapatokat. Az ünnepi köszöntőt követően a kilátogató nézők az U17-es és a felnőtt lánycsapatok első osztályú mérkőzéseit tekinthették meg. Az elmúlt 20 év sok sikert hozott a klub számára. A jövőben az új futsal létesítmény megépítése lesz az egyik legnagyobb feladat, mondta Simon Ferenc, az egyesület elnök helyettese. A Magyar Kupa győzelmet kiemelném, mert ez a legnagyobb eredmény a klubunknak a elmúlt éves történetében, amit 5 éve szereztünk meg. Illetve most ez a csarnok projekt azért ez egy kirívó dolog, és erre rendkívül büszkék vagyunk, de ugyanakkor nagy a várakozás magunk felé is, hogy hogyan fogjuk tudni ezt megvalósítani. Ez egy rendkívül nagy kihívás. A 2F Pau Kft. 3 éve partnere a klubnak. Weber Viktor ügyvezető igazgató elmondása szerint fontos támogatni a hasonló helyi kezdeményezéseket. Az egyesületi célok nyilván az elnökségnek a feladata, mi ebben semmilyen szinten nem folyunk bele, ebben nem veszünk részt. Ha a támogatás kell, akkor azt megtesszük, de az ő irányai szerint dolgozunk, vagy dolgoznak, mi csak ebben patriótaként segítjük őket. Ami a legfontosabb az, hogy ezzel a lehetőséggel, hogy Tolnán sportnak képülhet, ezt mindenféleképpen előre mutat, mert megteremtenek az alapjait, hogy generációkon átívelően lehessen egy központi bázist ennek az egésznek adni. Az egyesület fennállása óta nagy hangsúlyt fordít a lány szakágra, azon belül is az utánpótlás képzésre. Szeretném fejleszteni ezt az egészet, minél többet szeretnék tanulni, és szeretnék egyre feljebb menni. Az egyesület célja a jövőben a férfi szakág fellendítése is. Merkel Dániel már az utánpótlás korosztály csapataiban is szerepet vállalt kapusként, jelenleg a felnőtt gárdát erősíti. Eredmények, országos bajnoki cím, 2-3. Tavaly MB2, sajnos nem sikerült annyira, de azért volt sikerélményünk is. Most megvezetjük veretlenül az MB3-at, ebből 6-ból 6, cél visszakerülés. A nap folyamán megrendezett mérkőzéseken az U17-es lányok a testnevelési egyetem csapatát, a felnőttek az Újpest együttesét győzték le.